budapesti tőzsdén megjelent az új termésű malmi búza jegyzés, a malmi búza jegyzése és a vonatkozó specifikáció változott a budapesti értéktőzsde gabona szekciójában, és most a 2015. évi búzaterméstől kezdődően mind a sikér tartalom, mind az esésszám, illetve az alveográfos érték kikerült a specifikációból, és gyakorlatilag egy fehérje alapú elszámolás van, ami 12,5%-os fehérje tartalmat ugyan megkövetel, de 5% bonifikáció mellett 11,5%-os fehérje búza is szállítható a tőzsdei kontraktusokra. Az elmúlt napokban az új termésű búza jegyzése az egy gyengén emelkedett egy 49.300 forintos szintre, de azért, hogy alapvetően 48.500-49.000 forint között mozog. Ugye ez a tőzsdei jegyzés és ez a bizonyos tétel egyelőre bevezetési fázisban van. Célszerűnek látom, gondolom, hogy egy olyan árbiztosítással lenne célszerű elkezdeni gondolkozni, ami a tőzsdei teljesítés, nem a fizikai tényleges teljesítésben testesül majd meg. Tehát nem azt gondolom, hogy a termelőnek a tőzsdére, Cseperre, Paksra vagy Bajára kell szállítania ténylegesen az árut, de meggondolandó az, hogy egy tényleges tőzsdei árbiztosításra a termelők megjelenjenek a budapesti tőzsdén, mint eladók. Ennek a tőzsdének a legnagyobb problémája az elmúlt években ugyanis ez volt, hogy gyakorlatilag hiába lettek volna ott a kereskedők, a malmok, a felhasználók, egyéb spekulánsok, úgymond, a termelők nem tudnak árulapot biztosítani az elején ahhoz, hogy utána legyen egy biztonságos forgalom, akkor elég nehezen valósul meg a kellő likviditás a budapesti értéktőzsde gabona szekciójában. Egy kicsit kitekintve távolabbi körre, a búza jegyzését nézve a nemzetközi főpiacunkon, a Matifon, azt lehet mondani, hogy egy viszonylag csendes, nyugalmas februári időszak alatt a március megélénkült, és a márciusban egy áremelkedés következett be, egy körülbelül 5 eurós árerősödés már az új termésű búzára vonatkoztatva. Ez az új termésű szeptemberi jegyzés, ami a diagramon fekete vonallal van jelölve, ez tükrözi és követi gyakorlatilag azt a tendenciát, ami az ótermésű árukra vonatkozik, és praktikusan annak a leképződése, hogy az ótermésű árak is emelkedtek a tőzsdén. A nemzetközi kereslet megjelenése az európai termékek és az európai búzakészletek iránt eredményezte azt, hogy az új termés is egy kicsit lábra kapott, és itt azért komoly szerepet játszik a dollár-euró közötti árfolyam változás is, meg a dollár-euró árfolyamának a mozgása. Alapvetően ugye a jegyzés az továbbra is euróban van, tehát elmondható azt, hogy egy stabilizálódás folytatódott a búza esetében, és ami az elmúlt szezonban, az elmúlt fél évben jószerivel folyamatos volt, hogy október elejétől egészen január végéig csak emelkedtek az árak, majd jött egy korrekció. Ez a korrekció, ez befejeződött, és az elmúlt heteknek az oldalazó mozgásával szemben az elmúlt 1-7-10 napban inkább ez az erősödés volt megfigyelhető. Mi következik ebből mi számunkra? Ez az a mozgás és ez az a tendencia, ami azt vetíti előre, hogy az új termésű magyarországi búzárak is viszonylag stabilak lehetnek. Ezért nem gondolom azt, hogy összeomlik a búzapiac, ezért nem várom azt, hogy a magyarországi búzárak jelentősen, számottevően, tehát 10-15%-nál nagyobb mértékben csökkenjenek, és a másik oldalról viszont az elmúlt időszakban kialakult nemzetközi árszintek alapján az sem valószínű, és a kínálatkereslet helyzete alapján az sem valószínű, hogy jelentősen emelkedjenek. Én továbbra is azt gondolom, az a véleményem, hogy a új termésű búza ára malmi búza esetében, tehát 12 és feles fehérje 28-as sikér mellett körülbelül telephelyi árszinten 48 és 50 ezer forint között fog mozogni.